Én először is szeretném megköszönni a megtiszteltetést, hogy itt lehetek és meghívtak erre az eseményre. Úgy gondolom, hogy a kamara elnökeként kötelességem minden ilyen eseményen részt venni és elkötelezettségünket hangsúlyozni. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy ezeket a célokat mi is a magunk lehetőségei szerint segítsük, bemutassuk és népszerűsítsük. Nem véletlen, hogy idén áprilisban a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségével együttműködési megállapodást írtunk alá. Ebben azt vállaltuk, hogy közösen fogjuk ezeket az értékeket felkutatni, népszerűsíteni, bemutatni, hogy ez mind az étkezésben, a köznevelésben és a mindennapi kultúránkban fokozott szerepet kapjon. Arra törekszünk, hogy a magyar termék, mint márka, kerüljön pozícionálásra, és ennek az erősítését közösen válvetve tudjuk végezni. Ezért közös programok szervezésére tettünk vállalást, és noha ez nem kamarai szervezés, de a meghívással azt gondolom, hogy ez a közös munka részben megvalósul, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy itt lehetek, hisz ennek a jelentősége a most elmondott beszédnél bennem sokkal nagyobb. Példaértékűnek tartjuk ezt a vásárt, ezt a kiállítást, ami az elmúlt években fokozatosan értékben és tartalomban is növekedett, és nagyon remélem, hogy itt az élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékek együttes megjelenésével tudjuk azt az emocionális értéket növelni magunkban és a környezetünkben, ami a Hungarikum mozgalmat egyáltalán életre hívta. Fontos, hogy a termelők és a fogyasztók ilyen helyeken tudjanak egymással találkozni, hisz azok, akik ezeket a termékeket előállítják, akik ezeket az értékeket őrzik, most találkozhatnak a fogyasztókkal, az ő ismeretségük ezáltal növekszik, és ilyen formában a piaci pozíciójuk is javulni fog. És az, hogy a jellemzően családi vállalkozásban kistermelőként végre előállított termékek, ezek megjelenjenek és folyamatosan teret nyerjenek, ez nem csak az ő érdekük, hogy piacot szerezzenek, hanem ez társadalmi érdek is. Társadalmi érdek, hisz ezeknek a csoportoknak, ezeknek a vállalkozásoknak a népesség, a vidék népesség megtartó erejében betöltött szerepe. A környezet fenntarthatósága érdekében kifejtett erőfeszítésük, azok valóban társadalmilag is értelmezhető megnyilvánulások. Említhetném még ide a vidéki foglalkoztatást, a helyi termelést, a vidéki jövedelemképzést, de önök ezzel nyilván ugyanúgy tisztában vannak. Tisztelt hölgyeim és uraim, én nagyon bízom benne, hogy a kiállítás és a vásár el fogja érni kitűzött célját, hisz nemzeti értékeinknek a megismerése és megismertetése ez mindannyiunk számára fontos, hisz neveli a generációkat, legyen akár idős, akár fiatalról szó, egy pozitív országképet, magyarság, tudatot és önbecsülést ad. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kiállításhoz sok sikert kívánok, tartalmas időtöltést és programokat kívánok mindenkinek, és akkor most a rendezvényt ezennel megnyitottnak nyilvánítom. Önöknek jó szórakozást, és reméljük, hogy további színvonalas előadásokkal fogunk gazdagodni. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmüket.